Na, szóval alapesetben úgy történik, hogy előző nap már éjféltől nem eszünk, nem iszunk. Jó, tehát igen, előtte egy jó bőséges vacsora mindenféleképpen. Szokták mondani, hogy a hajnalban arra kell, hogy nagyon szomjas egy-egy kortyot lehet, de a műtétet megelőzően 2-3 órával abszolút nem szabad, jó? Hivatalosan ugye gerinctájékéhezéstelenítéssel fog történni a beavatkozás, de nagy Isten nem sikerül megszúrni, vagy esetleg nem úgy hat be, akkor ugye az altatásnak a lehetősége mindig fönnáll. Jó? Nem erre fogunk gyúrni, de azért ne adjuk meg az esődő, emiatt ugye maga a műtét eltolódjon. Jó? Ha minden jól megy, akkor 7 órára kell majd a szülőszobára menni, ugyanis holnap ő lesz az első és egyetlen császármetszés. Jó? 7 órára bemegyünk. Apuka szerintem ráér 7:30-ra is menni, mert maga bemegy, akkor fölrakják. Estére nézik a babának a szívhangját egészen addig, amíg be nem tolják a műtőbe. Jó. Fog a kezébe egy csúnya kis műanyagot kapni, jó, egy kis kanyúr, amin keresztül infúziót fogok adni. Az első infúzióban antibiotikum, valamint gyomorsabb csökkentő gyógyszereket adunk, ugye ezt kimondottam, műtét előtti kötelező gyógyszeret. Jó, természetesen figyelembe vesszük, hogy van egy gyógyszerérzékenység, és ennek megfelelően adjuk a dolgokat. A nagyjából 8:30-9 között már be is fogják magát tolni a műtőbe. Jó, jön egy kedves műtős fiúk, megfogja a kis kacsuját, és fölmennek. Oké? Okay? Először megszúrják a hátát, lefektetik, és akkor lesz a pocaknak a fertőtlenítése, és föl fognak maga elé helyezni egy izoláló kendőt, hogy azért nem nézze végig az egész eseményt, és amikor felhelyezik az izolálót, akkor apuka be tud majd menni. Jó? Tehát apuka ott tud majd lenni kismama fejénél teljesen addig, amíg a babót ki nem emelik a pocakból. Nagyon fontos, hogy apukának az apa csomagot, amit itt lehet vásárolni a szülőszoba előtt, jó, a sötét kéket, meg a zöldet, a sötét kéket, jó? Jó? Azt tessék megvásárolni. A steril ruha? Igen, természetesen az a steril ruha. Jó? És akkor azt a szülőszobába kibontatlanul beviszi, és amikor a párját beviszik a műtőbe, akkor teljesen le kell vetközni, tehát póló nadrág, alsó nadrág evidensen maradhat. Jó? Erre felveszi a steril ruhát, tartalmaz egy lábzsákot, valamint hajhálót és maszkot. Jó? Az felveszi, és akkor úgy fogja majd egy műtős fiúba kísérni az édesanyához, hogyha már előkészítettük a terepet a bulira. Oké. Okay. De itt azt majd hova? Azt ott a szülőszobán. Jó, a szülőszobára érdemes bevinni vizet, esetleg valami cukrosabb üdítőt, de abból is ezt a rosszmenteset. Jó? Mert a műtét után 2 órával már lehet folyadékot fogyasztani, és utána esetleg 3-4 órával pár falat kekszet is, tehát ne az legyen, hogy így gyomrom legyen végig. Jó? Szülőszobán 6 óráig fog lenni, az egy hosszabb, szorosabb megfigyelés, és utána kerül az osztályra. Jó? 6 óra az fekvésbe fog történni, lábait, amint érzi, lehet majd mozgatni, lehet oldalra is fordítani magát, annyi, hogy a fejed szigorúan tilos. Jó? Jó. Gerinctáji érzéstelenítésnek sajnos ez az egyik mellékhatás, hogyha megemeli a buksiját, nagyon erős migrénes fejfájást okoz, és az nagyon-nagyon-nagyon nehéz kiállítani. Jó? Jó. Ugye ez a fontos, hogy fejet nem emeljük meg, oldalra lehet fordítani. Oké? Okay? Szülésznök és a csecsemősök is segítenek végig a szoktatásban. Nem lesz magára hagyva, végig ott vagyunk, segítünk. Jó? 6 óráig végig ott van magával a babóca, ha csak nem kívánja ezt, hogy esetleg pihenne egyet, vagy a babó már nagyon kis szundítós, tehát hogy el tudják egy kicsit melegedni. Jó? De alapesetben nem visszük el a babót. Jó. A apuka meddig lehet benne? Végig? Végig természetesen. Én azért el szoktam őket is küldeni egy-egy kávéra, meg valami ennivalót fogyasztani, hát mert majd szolidaritásból sem szoktak semmit tenni végig, úgyhogy ez azért fontos lenne. Jó, jó? És akkor ami még, hogy a kiemelik a babócát, akkor ugye mi szülésznök bent vagyunk a képen, önnel lesz nappalos műszakban, és megnézi egy gyermekorvos, és rögtön oda fogjuk tenni a mellkasára. Jó? Tehát, hogy azonnali bőrkontakt, ez természetesen lesz. Nem elvisszük a babát rögtön, tehát látni fogja, hozzá tud bújni, puszit is tud adni. Jó. Apukának zsebébe legyen telefon, videókép, minden, ami kell. Oké? Okay? Utána majd apuka suhan szépen a szülésznő után, mert mennek a baba ellátóba. Mert hogy a köldögzsinór egy kis nagyobb részét fönn fogják hagyni, és utána rakják föl a köldögcsatot. Érdemes megkérni, hogy hagyd vágja el a köldögzsinort is utána, mert ez egyszeri dolog. Tehát, hogy ezt ki kell használni. Oké? Okay. Jó. Bármi kérdés esetleg ezzel kapcsolatosan? Most egyelőre nincs neked. Nincs. Ja. Így most elég jól tájékoztatok, köszönöm. Ja, nem is köszönöm. Köszönöm.
Köszönjük szépen!